dr. Nagy Rüsten, a jegyző ura. Megmutattad nekem, milyen a szeretet. Lebúsulni akarok.
mint a pénzed. Mert jó, hogy velem van, és így is veletek. Most pedig felkérem Tartalmos képviselő urat, hogy egy pár mondatban köszönjük sajnos díjas. Kívánok, sok szeretettel köszöntöm a díjasunk tagjait. Nagyon szépen köszönöm kis Terekváros önkormányzat nevében a képviselőtestület részéről adott meghívást. Azt gondolom, hogy én először a nőket köszönteném, attól függetlenül, hogy most apák tapja és a férfiakról szólnak. Édesanyám úgy szoktam mondani, azért a egyszer nő nap, meg egyszer anyák tapja egy évben, mert az összes többi nap a férfiakról szól. Szeretettel először a nőket köszönteném, és utána pedig mint két családos apukra azt gondolom, hogy az édesapák, nagyapák szintén, hát máskor nem ezen alapon szóval is megérdemlik azt a köszöntést, azt a tiszteletet, amivel gyermekeik, unokáik nem képviseltetnek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm apákat, nagypapákat, nagypapákat a jeles napon. Köszönjük szépen a hölgyek részéről a megemlékezést, az ajándékot, és nagyon jó szórakozást kívánok a délután további részében. Jó nyarat kívánok, köszönjük szépen a Thank you.
apám reggeltől estig iszadva lót fut robotól. Az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol. Az én apám kopott kabátunk, de nekem új ruhát veszek. Beszél nekem egy szép jövőről, szerelmesek. Az én apám gazdagok fogja, bántják, megalázzák szegény. De estére elhozza hozzánk a jó remény. Az én apám harcos nagy ember, értünk a gőgütés erőt, de önmagát meg nem alázza a pénzzel. Az én apám úgy szegény ember, de ha nem nézne a fiát, megállít ezt a nagy földi komédiát. Az én apám, ha nem akarná, nem volnának gazdagok, olyan volna minden kistársam, mint én vagyok. Az én apám, ha egyet szólna, haj, meg remegnének sokan, vígan anyja nem élnének és boldogan. Az én apám dolgozik és küzd, nála erősebb nincs talán, hatalmasabb a királynál is az én apám. El se tudják képzelni, hogy milyen sürgés, forgás, csak
család, a házasság és a gyerekekkel való törődésben. Valami elismeri a közösségben betöltött, nélkülözhetetlen szerepüket. Törődnek és odafigyelnek a barátaikra, részt vállalnak szűkebb közösségüket terhelő gondokon. Köszöntésük, fogadják szeretettel a mesémet. A bölcs pásztorfiú. Volt egyszer egy pásztorfiú. Az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földre híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is. De az egy szót sem hitt az egészről. Ostoba menne longa, semmi más. Jelentette ki. Valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte. Hanem az udvar bélye addig muszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta. Ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadnak. Itt fogsz lakni nálam a palotában. Egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a tónterembe. Meg lehetett hallani még a légy szárnyának zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp víz van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz a másik kérdésembe is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom. Csak előtt adass egy így papírost. Hozták a király trónokai már is a papírost. Huccokba nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost, és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban táprázni kezdett a szeme tőle. Mikor elkészült a rajzolással, átmutatta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont van a papíron. Csak össze kell számolni.
és majd, ha ide érkezik, egy picit csúszik, mert annyira sülöttünk, forogtunk ám délelőtt, hogy egy icipicit csúszva sikerült felrakni a körpöltet. Nagyon-nagyon köszönjük Harmad Gábornak, és köszönjük a bátor szereplőknek, jó lenne, ha egyre többen vennétek a bátorságot. És hogy a köszönetemet ki tudjam fejezni, fogadják szeretettel, Síkságon gondolatok. Tedd a jót! Tekintet nélkül arra, hogy másiknak tetszik, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy látjátok, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy lesz sikere, vagy nem. Tedd a jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz. Köszönök mindent! Azt ajándékozunk, amit az üvegtől kapunk. Köszönjük nekik!